Idén sem maradt el a Westside TSE hagyományos nyári tábora, amely több tucat gyereket mozgat meg a szó minden értelmében. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő egyesület életében a versenyek és a tréningek mellett nagy hangsúlyt kap a legkisebbeket megcélzó program. Az oktatók igyekeznek úgy összeállítani a napi feladatsort, hogy a tánc mellett az önfeled szórakozásra is jusson idő a kicsiknek. A napközis táborunk most 20-an vagyunk, de ők mind nagyon alsó tagozatosok, tehát csak kizárólag, akik még nem mehetnek úgymond ott alvos táborba, őnekik csináljuk mindig ezt a napközis tábort. 20-an vagyunk, mindig délelőtt tartjuk meg mind a két táncórát, mert ebbe a melegbe délután már senki se hadrafogható, ebbe beleértem magunkat is. Úgyhogy ebéd után mindig programozunk, moziba voltunk, strandra megyünk még kétszer, és hát a többit pedig kitöltjük ilyen kis hűvös játszótereken. A szombathelyi táborozást követően már a nagyobb versenyzőkön lesz a sor, akik 9. alkalommal egy héten keresztül a magyar tenger mellett dolgoznak majd. Július 22-e és 27-e között mintegy 70 növendék érkezik Balatonfenyvesre, ahol a korábban elsajátított koreográfiák mellett új lépéseket is tanulhatnak. Az egyesület vezetője elárulta azt is, hogy a koronavírus járvány miatt a teljes versenynaptárt törölni kellett, így a következő nagyobb megmérettetés időpontjára is várni kell. Épp ezért minden pillanatot megragadnak az oktatók és a tanítványok, hogy minőségi időt töltsenek együtt. Reményeik szerint talán ősszel lesz lehetőségük versenykörülmények között is bizonyítani.